Magában meg mi történt? Hát... Szia, Felus! Én vagyok a legrosszabb rémálmod! Tibi atya! A kósz! Üdvözlünk a csávok legújabb részében! Mi a helyzet? Szevasz, kis kamán! Apu! Én már vagyok a kormány! Én vagyok Gepetto, a legjobb barátod! Szia, csik! De vedd vissza! Megyük meg! Szia! Martina Exe? Van még egy tojás! Még pirítsen a kezeden is ekkora pofád van egy ember! Jó, imádni fogod ezt az ember! Szevasz, Feluska! Biztos jól meggondoltad, hogy visszahívsz a műsorba engem. Sipi bácsi! Betty fia! Szülinak, mi? Maga! Imádni fogom ezt. Kérdezzük! Csávók! Zsauli! Lénárd! Cigi! Joer Junior! Kósz Milán! Vírus Sipi! És a műsorvezető, Felus! Csávók! Üdvözlünk mindenkit a Csávók legújabb részében, ami egyben az évad záró epizódja. Ezek után már csak fesztiválokon, bulikban és különböző ilyen mókás helyeken fogunk találkozni egymással. Vagy a húgott hálószobájában. Na jó, köszönjük a Csávót, úgyhogy ezt a palit! És annyian írtátok, hogy szívassuk már meg, ha már egész évadon keresztül egyébként ezt kellett tőle kapjuk. Jaj, de megint a csomar a műsorvezető! Adjatok egy témát, adjatok egy témát! A legelső feladat az az, hogy a Felusnak bekötöttük a szemét, hogy ne lásson semmit. Van választási lehetősége, vagy megcsinálja a feladatot, amit mondunk, vagy nem megy haza igazából. Lesz egy nagyon szép mixer, itt kérem a segítőmet, hogy adjon egy gyönyörű szép hölgy. Itt a Sipi anyja! Ezzel lepoénkodunk. Ez egy ilyen pohár vagy vázaszerűség. Igazából sorrendben kilépünk előre, és gyakorlatilag a Felusnak csak annyit kell mondani, hogy jobb kéz vagy bal kéz, a benne lévő dolog. Szóval egyébként annyit kell mondani, hogy jobb kéz vagy bal kéz, és a benne lévő dolog tartalmát bele fogjuk ide önteni, ami a végén egy olyan koktél fog elkészülni, ami nagyon finom, ezt fogja meginni a mi kis barátunk, úgyhogy... Nem vagyunk barátok ezek után. Francia úgy mondaná, hogy le juice. Le juice? Le juice. Yeah. Cigit szeretnének megkérni, hogy ezt a nagy mixer poharat ide helyezzük el. Ebbe a pohárba szépen egyesével mindenki választani fog az asztalon látható gyönyörű szép mixer dolgok közül kettő darab dolgot. A Felusnak csak annyit kell mondani, hogy a jobb oldalt lévő vagy a bal oldalt lévő dolgot fogja választani, azt bele fogjuk keverni ebbe a nagy pohárba, és a végén egy olyan ínyenség fog kijönni, amit imádni fog szerintem a csávó. Így van, ez a kezdőlöket, ez a nulladik lépés, ez mindenképpen kell, hiszen egy ikonikus történet ebbe az évadba. Úgyhogy kezdjük el, cigikém! Na figyelj, bal vagy jobb? Először is köszönjük meg a helyszínt a szomszéd pap pincéjén. Hát egyébként Felus, maradj meg! Na, szóval! Milyen furcsa? Imádom ezt az epizódot! Na, csak egyet kell választani, lehet? Jobb. Jobb. Jó választás volt. Jó. És ezt miért adod egyébként? Hát, emlékszel, amikor csipesz rakta a Malvin Bombra? Azt sem tudom kivel. Az egy perc. Nem jön ki a dobozból, Felus, mondom, nem tudom. Jó, 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 figyelj, eddig csupa egészséges dolgok vannak benne. Jövök amúgy. Na végre, erre vártam, erre adásra. Gyerünk, mi volt azzal a szumóval? Szumóztunk, igaz? Most mondj egy jobbra, balra.
Balra. Na, basz meg. Jól válasz. Ez melyik rendezői bal vagy? Ez egy teljes annyit bal. Elmondhatunk, ez egy alkohol tartalmú szeszesítal, nem a kedvenced, én tudom. Gyógynövényekből is. Nagyon finom lesz. Gyógynövény? Vagy ezt megrizzítom. Köszönöm. Nagyon jó. És Lénár, ezt miért gondoltad, hogy jó lehet? A szumózás, eldobtak feketőves, haverkám. Akkor most én is eldoblak téged majd. Gyere, Lénár! Rá kell menned. Hopp! Hopp! Mondd, hogy bal vagy jobb. Teljesen mindegy egyébként. Jobb. Jó. Tudod, hogy utálom a csípőset. Adom. Ez se jó. Nagyon finom. Jó étvágy. Én ez nagyon csípős. Hát persze, mert rajta van ilyen, még ilyen kis paprika darabkák. 3, 2, 1, indul! Anyád! Kurva, 5 másodperc, 1, lejárt az idő. Feluskám, anyukámat hívogatjuk a lányát is. Tinderes részre. Hallod, minden este felhívom. Ez mi? Tedd fel a kérdést. Na, kérdés. Figyelj, szerinted jobb vagy bal? Szerintem sokkal jobban, hogy mindennél. Akkor bal. Akkor legyen a bal. Jó. Az, amire gondolok. Az az öreg anyám régen ablakot pucolt vágat. Mutasd. Érzem. Hoho. De finom. Korrekt tisztítószer. Ilyen szaka volt a lábamban. Majd csak megtanulod, majd tisztessége beszélj velünk. Majd csak. Sziasztok. Szia. Sziasztok, Betty vagyok, 51 éves múltam. Ja, Felus vagyok. És nekem az jutott eszembe, hogy rohant a száli élvezet, gyűrűvel kérném meg a két kezel. Imádlak, túl régóta hallottam. Jobb vagy bal? Ez a sor jön itt. Jobb vagy bal? Helyezzük ki a tárgyakat. Bal. Ez korrekt. Jön a nyár. Ez jó van, ez így van. Hallgass a hangját, hallgass a hangját. Úgyis megyünk annyi buliba, nyáron alig várjuk. Magyarország hangja? Bal. Adom. Imádom. Jó, imádom. Ez kellemes volt, ez nagyon kellemes. Egyébként van. Tényleg volt pofád behívni az exemet adásba? Ááááá, de jó. De szép. Fokrém, ez az, fokrém. Amúgy a szíszenésből felismerjük. Kokotta puto. Van pénzed aputól. Koko. Szovjet rulett. Kis... Ez szovjet rulett. Az életem kész, kell még a pénz. Pralából apuka lett. Köszönöm szépen. Itt vannak az utolsó hozzávalók a bájitaltanhoz, amit Piton professzor se tudna jobban megfőzni. A Roxfort alapsorában egy kérdés van, hogy jobb vagy bal oldal? Bal. Bal oldal? Yes, sir. Jó, okés. Akkor a bal oldalit intézem egy fél pillanat. Igen. És... Nagyon jó, így van. Jaj, Istenem, jaj, hát ez... Ezt tudom mi. Ezt tudom mi? Díszítés. Így van. Mondom, és azért ezt tudod, mire szokták rakni egyébként, ami most itt van? Jeges dolgokra, mind a fagyi, meg ilyenek. Mert leégetted a kezemről a bőrt! És még mindig látszott. Ebből nem jutott mindenhova, nem? Nem jutott elég. Szereted a színeket amúgy? Fáj nagyon. Nem baj, hogyha sikítasz. 2, 1. Vége. Szép volt, megadjuk. Biztosan jól néz ki, egyet köszönök, hogy legalább nem DJ-sznek. De előtte keverjük fel, Szívószál nélkül, nem szabad. Elkészült a produktum, nagyon finom. Egy cuki szívószálat így elhelyezünk igazából. Meg kéne keverni. Ez lesz a hozzá való kísérő, a vacsorához várj, gyakorlatilag. Igen. Bocsánat, várjál. A koktél úr. Bocsánat. Megkevered? De finom. Össze kell dolgozni, ezért Gyauri nagyon jól kever, mindig is tudtuk róla. Most már. Az ital elkészült, itt az idő elkészíteni a főételt is, ami a születésnapi tortát felúj. Jaj, de jó. Megkapja. Na, előtte azért, hogy megjön az étel, tényleg egy kicsit szücsöges. Igen, picit. Gyere, mint a kis kóstimosti. Nem már. Felúj, nagyon fincsike.
Ez eskü jó? Szerintem Tuti nem nyert belőle. Jó. Reméljük, hogy a torta is ilyen jól fog sikerülni. Így van. Srácok, jó. Kezdjük el. Kezdjük el. Emlékezzetek, hogy mit csinált veletek a Felus. Nem csak arra tudom. Feluskám, hát sok-sok idő után visszatérek a csávók közé, hogy újra forgassunk. Gyere ide, figyelj, drága barátom. Egyébként pisilnie kell a Felus. És úgy berugatsz engem, hogy nem tudok forgatni másnap, és rosszul érzem magam. Úgyhogy válasz azonnal, jobb vagy bal? Jobb. Oké. Ú, de finom feltét, egy tortára. Lapátolt bele az izével. Ott a keverő. Nagyon jó. Úgy, jó. Esküszöm bűnös. Az zsír. Nem, az zsír. Ez mi? Ú, de finom. Ez jaj, ez kis főzeli. Ja. De ez a kedvenc tortája. Ez ilyen paprikás krumpli, nem? Igen, egyébként nemrég elkezdődött a krát. Kit érdekel? Akkor így meg. Megettél? Jaj, de finom! Már egyszerűen reggel hájtom egyet! Úgy látom, hogy alakulunk. Feluskám, bal vagy jobb? Bal. Nem, mintha lenne választásod. De értem, én ebben az évadban rengeteg dolgot kipróbáltam. De hogyha valamit nem gondoltam volna, hogy ezt ki fogom vala próbálni, úgy bejött, és szerintem neked is ízleni fog, úgyhogy... Ez semmi, levonogasz. Oh! Imádni kicsit fogod. Kicsit osztassuk már, hogy mindenhova legyen. Úgy, le. Persze. De jó. Jó, ez jó, ez egyébként. Esküszöm jó. Ez belőle? Korrekt főétel. Nagyon szeretünk téged, egy nagyon jó barát. Most nézd meg! De jó, hogy nem jövök a műsorvezető. Úristen. Állagra ez jól néz ki amúgy? Ugya, kaja. És ami még pikásabb, hogy ez nyúlból van. Jó étvágyat! Kérlek, legyen finom. Bele kell egyél kicsit, hogy ne esd ki. De finom ez. Nem nézem a Joel-t. Aj, de jó, de ízlik. Dehogy is. Kicsit. Ne. Bal vagyok? Most választhatsz, mert rendes vagyok. Bal. Ez kell. Díszítsd fel! Nem húzom, már figyelj! De tudod, mikor lánynak öltöztettem, milyen jól néztem ki, nem? Fel is állt! Zseniális! Nagyon komoly! Egy gyönyörű nő. CG Austino. Sziasztok, jányok! Ú, de csinosak vagytok! Téged elvinnélek a kombájnommal a... Színak az alba lehetséges. Elmondom nektek, az SMKB így főzöm. Nem is vagytok együtt. Megvan, amikor tojással a frissen festett hajamat folyamatosan megdobálod? Emlékszel rá? De akkor miért vered rá? Azt kérdezte a Jody, hogy emlékszel-e? Megvan? Ez megvan? Mondjuk te nem fested a hajad, de... Én most úgy érzem, hogy kicsit igen. Fasza? Én ide belépek? Imádom ezt a játékot, nagyon jó! Na Feluskám, válasz egy a tétszés, bal vagy jobb? Bal. Nekem nem mondd meg, mit csinálják, nem vagy a csajom, te hülye. Mi van? Na, amúgy csinálunk egy live-ot. Fahéj challenge. Több szakszofon bajnak. Többen lettek volna helyembe, de... Na mindegy. Emlékszem, fahéj challenge. Imádtam. Oké, egy perc indul. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jó, bukta! Nem. Adj neki vizet! Szép a dolog. Nagyon szép! Fahé illat van! Köszönöm, hogy megszívta a szülinapodon, jövök jövőre is! Nincsen torta díszítés nélkül! Jobb, tedd rá, te csicska! Ne pofázzál! És akkor most, igen? Szépen, ízlésesen! Ahogy ez ízlésesen? És egyébként az, hogy... Az mi? Mi az? Olyan nincs, hogy ezután rossz legyen a lehellet. Mi az?
Hát, díszítés, nagyon jó. Azaz, jaj, de azaz, kis kedves. Így van, így van. És egy kis dínos. És akkor a gyertyát, emlékszel, emlékszel, amikor felrugattad velem a kulacsot, miközben az ott volt az, az a kerek fenekű néni. A... Jó, de nézd. Az egy nagyon rendes lány. A rendes lány. Mennyi TikTok követőt hozott? Az is igaz egyébként. Na akkor vedd-e a izét a Kósz Milán, kövessetek be? Menj oda csajna, mondd azt, hogy köszi az edzés, és rúg fel a kulacsát. Köszönöm szépen a segítséget. Oké, és most rúgd el, rúgd el a kulacsát. Gyerekek, indul a születésnap, gyújtom a tortát. Majd ez itt a Csávók, harmadik évadának végző epizódja. Mi voltunk a legnagyobb királyok a YouTube-on ebben a 2,5 hónapban. Legyen a műsorvezető a Ferus, senki ne vállalja nálunk a műsorvezetést, és találkozunk az összes bújra az évben. Bocsánat! Ne várj! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, Ferus! Boldog szüli napot! Ég a gyertya, mondd el, hogy neked mik voltak a kedvenc epizódjaid? Amelyekben nem voltatok benne, ezt imádtam. Ahogy elalszik a gyertya, hát már indul valami. És az egy perc, Feluskám. Egy perced van? Egy perced van. Vigyelj, nyugod! Gyerünk, nagyon jó! Biztos, hogy benni fog. Fú, de fél. Fulladom a stoppert. Nagyon jó. Gyerünk. Hamis bele. Nagyon jó. Hát a finom kis tortáját tegyél fel. Segítek neked, hogy ne érezz. Izét, inni kérsz? Gyere, Feluskám. Gyere, menni fog! Gyere, segítek! Jó, Dani azért jött most vissza, hogy segítsen. Repülő! Egyikkel igyál, másikkal legyél. Jó, segítek! Van még fél percet megenni minden! Itt repül, gyere! Ham! Jó, ham! Fino! Ham! Az amúgy nem fogkrém, nem? Gyere! Na! Ittatok annól veszett kutyát? Olyan az, ahogy tényleg egyébként. Gyerünk, fél, 17 másodpercig van esélyed egyébként. Abszolút. De dugd bele többet, jobban fog érezni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Gyerekek, ez volt a Csávók harmadik évada, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk rengeteg buliban nyáron, nem sokára ki fog derülni az is, hogy ki nyerte ezt az évadot. Kúrás bebaszás, bebaszás, kúrás bebaszás! Se baszok! Csávó! Úristen, Csávók! Thank you.